A hatóságok által megengedett maximális létszámmal teltházan zajlott ebben az évben is a bál, amelyet sok-sok szervező munka előzött meg. A műsorban ezúttal a 20-as évek Budapestje elevenedett meg, amelyet mintegy 40 lelkes szülő és pedagógus összehangolt játéka, tánca varázsolt a Sportcsarnok parkettjére. A szervezésben legnagyobb része ezúttal is a szülői munkaközösség vezetőjének, Markóné Csepedi Anikónak, vagy ahogy városszerte ismerik, Csepinek és csapatának volt, aki évtizednyi szolgálat után a tanév végén leköszön az SMK éléről. Ami a legnehezebb, nagyon nehéz mozgósítani a szülőket, nagyon nehéz őket összetartani, de minden megoldható, és meg kell találni az embernek a saját kis csapatát, és azokkal öröm együtt dolgozni. Én nagyon szerettem, nekem nagyon jó kis csapatom van, és nagyon élveztem, és élvezem még mindig azt, hogy együtt dolgozunk, mert még a mai napnak nincs vége. Természetesen Szent Györgyiné Szlovák Mária igazgatónő is megköszönte a szülői munkaközösség leköszönő elnökének és csapatának munkáját, aki kérdésünkre azt is elmondta, hogy mire költi majd az iskola a bálbevételét. A tavalyi bálbevételt beforgattuk az iskola udvarában, ami még nem készült el teljesen, bár így is nagyon nagy segítséget kaptunk ahhoz még az önkormányzattól is, illetve akik a sportcsarnokban rendszeresen fociznak azoktól a csapatoktól, mert részben gondolom folytatjuk azt is, de ami a legfontosabb, amit biztos, hogy ebből a pénzből szeretnénk megvalósítani, az a fedett bicikli tároló, amire nagyon nagy igény lenne, hiszen diákjaink közül nagyon sokan jönnek kerékpárral iskolába, és tényleg jogos igény, hogy ne álljon egész nap a járműjük. A szülők és a támogatók jóvoltából mintegy 500 tombolatár talált gazdára ezen az estén, köztük egy wellness hétvége két fő részére, és egy 30 000 forint értékű kozmetikai csomag.